Ilyen és ehhez hasonló kátyuk vannak a Bátaszék-Kövesdre vezető úton. Szeddeli Csaba 50 éve él itt, és azt mondja, a bekötő út állapota évtizedes problémát jelent az itt lakó, alig több mint 150 embernek, és a település részen működő vállalkozásoknak, telephelyeknek. Hát a gépjárművel elég sűrűn járok én is haza a faluból, meg kifelé, és ezáltal a kerülgetéssel két autó nem férte rendesen, a sérülések miatt elég sok hiba került az autókba, a futóműításokba, a gumiba, felnicsere volt, meg ilyesmi. 2020-ban önkormányzati és pályázati támogatásból kiépítették a szennyvíz csatorna hálózatot a település részben. A munkagépek azonban még jobban megrongálták az utat. Bozsolik Róbert polgármester elmondta, a belügyminisztérium által meghirdetett pályázatra jelentkeztek, amely lehetővé teheti a 420 folyóméter hosszú, 4 méter szélesre kibővített bekötőút renoválásának támogatását. A mezőgazdasági járművek és a helyi járatos közlekedés miatt nagyon ellenállónak kell lenni a megújult útszakasznak. Nagyon bízunk benne, hogy egy sikeres pályázattal az itt élő mintegy 150 kövesdi polgárnak, az itt dolgozó és tevékenykedő szőlészeknek, borászatoknak, mezőgazdasági vállalkozásoknak meg tudjuk teremteni egy 21. századi közlekedési feltételt. A beruházás 41,5 millió forintba kerülne, melynek több mint a felét Bátaszékváros önkormányzata finanszírozná. Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, úgy a kivitelezést 2022 tavaszán el is kezdenék.